Másfél év után végre elbontották a kordonokat a Szél Kálmán térről, ezzel gyakorlatilag befejeződött az egykori Moszkva tér átépítése. A több mint 5 milliárd forintból az egész csomópont megújult. A szabadtéri lifteket és mozgó lépcsőket azonban még nem adták át. A felújított Szél Kálmán tér első látogatói még ismerkednek az új csomóponttal, de az első benyomások kedvezőek. Sokkal rendezettebb, kultúrált, még közelről nem néztem meg, úgyhogy pontosan nem tudok 100%-ban véleményt formálni róla, de ez így nagyon tetszik az összkép, amit látok. A metróépületet szinte teljesen újjávarázsolták, és egy modern, tágas, üvegfalú létesítményt építettek a helyére. Újdonság a mozgó lépcső is, bár annak indulására még egy kicsit várni kell. Az elmúlt 400 napban számtalan kellemetlenséget okozott a fővárosiaknak a forgalmas csomópont átépítése, sokszor több száz métert is zsalogolniuk kellett az építési terület mellett az utasoknak. A végeredménynek azonban örülnek az arra járók. Nagyon tetszik. Épp azért jártam körbe, hogy mindenfajta nézőpontból láthassam. Az átépítéssel végre teret nyert a város, és az is örömteli, hogy a minden eleganciát nélkülöző bódékat és hütödéket elbontották. Erről Körmend Imre, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke beszélt. Közlekedésileg úgy tűnik, hogy egy tisztább helyzet teremtődött. A burkolatok, anyagok, amiket ott használtak, azok úgy időtállónak tűnnek és minőséginek. Tehát ez egyértelműen pozitív valami. Az árusok és vendéglátóhelyek a Szél Kálmán tér déli részén lévő új támfalépületbe költözhetnek át. Átalakították az autóbusz végállomásokat, a villamos megállókat, a teret határoló utakat és a villamos vágányok nyomvonalát. Csak nem 200 fát telepítettek a térre, és több mint 700 négyzetméternyi füvesített területet alakítottak ki.